ahová Miskolc csatlakozni fog, az a repülőgépek hajtóműveit javító cégcsoport. A jövő mérnökei technikusait keresi a Lufthansa Technika az északi ipari parkban felépülő szervízüzemébe. Első toborzását az Andrássy végzőseinek tartotta a cég. Érdekel ez a része is, illetve amiket hallottam, azok is új dolgok számomra, úgyhogy kipróbálnám magam egyébként ebben is. A globális vállalatnál, amely tavaly 6 milliárdos bevétellel számolt, világszerte 23 ezeren dolgoznak. Hozzájuk csatlakozhatnak az Andrássy diákok. Lakatos Csaba mérnöknek készül, és szerinte lehetőség is van bőven. Most már egyre jobb. Ugye több cég van Miskolcon, Choice-on, Bosch, most már a Lufthansa. Vannak lehetőségek, és én mindenképpen szeretnék Miskolcon maradni, tehát nem szeretnék innen elutazni, elmenni külföldre, menni más városba menni, mert ide születtem, és itt szeretnék maradni. Az iskola igazgatója azt mondta, hogy külön öröm, hogy a Lufthansa nagyon hamar megtalálta az iskolájukat. Szép vagyunk, hogy megalakulásunk óta a régió vezető műszaki középiskolája vagyunk. A több mint 100 éves Andrássy jó kapcsolatokat ápol nagy cégekkel, a duális képzésben is 200-an vesznek részt. Csak ismételni tudom Molnár Péter igazgató szavait. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a világ egyik vezető repülőgép szolgáltatója Miskolcot választotta helyszínének. Miskolc több mint 100 helyen állt versenyben, és nem csak kelet-európai szinten vizsgálódtak, hanem egy globális verseny eredményeként nyertünk, és erre nagyon büszkék vagyunk, és kedves diákok, legyetek büszkék ti is. Egy soha nem látott lehetőség nyílik meg most a miskolci fiatalok előtt, és ez egy új fejezetet nyit a miskolci szakképzés területén is. A Lufthansának köszönhetően az itt végző diákok világszínvonalú képzést kapnak, amire biztos egzisztenciát tudnak majd alapozni. A kiválasztottak olyan tudás és szakmai ismeretek birtokába jutnak, amelyet a világ bármely vezető ipari vállalata örömmel fogadna. Itt, városunkban, a családjukhoz, a gyermekkorukhoz és a gyökereikhez közel tudják majd a jövőt építeni, és nem lesz szükség arra, hogy más városba vagy netán külföldre vándoroljanak. Mert Miskolcon érdemes a jövőt tervezni, a jelenlegi zajló fejlesztések és a távlati tervek pedig egy olyan város képét vetítik elénk, ahol biztos egzisztenciával, élhető környezetben, a legmagasabb szintű szolgáltatások elérhetőségével a mindennapok egyszerűbbeké válnak. Legyen szó munkáról, közlekedésről, vásárlásról vagy kikapcsolódásról. Miskolc polgármestere szerint évek munkája teljesedett most be. A cél egy minél nagyobb hozzáadott értékkel bíró beruházás volt, amely által a fiatalok a jövőt itt tudják majd építeni. A gazdaságfejlesztési üzletágunk azokat a szükségleteket biztosítja a cégnek, amelyek alapján a döntést meg tudta hozni, tehát az iparterület, a hozzá kapcsolódó szakképzés, továbbképzés, átképzési rendszereket, illetve egy állandó kooperációt, mert azt gondoljuk, hogy a 21. században csak közös érdekek mentén és állandó kommunikációval és állandó támogatással tud egy nagy cég is, akár is a helyi önkormányzat is előre haladni. Évek óta azt keressük, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk biztosítani a miskolci képzésben, szakképzésben résztvevő diákoknak, és a Lufthansa ezt maximálisan teljesíti. Itt kézimunkáról van szó, itt ügyességről van szó, itt magas szintű képzésről van szó, tehát olyan munkavállalókat keres a cég, amelyek tényleg magas hozzáadott értéket tudnak a munkájukkal adni a cég tevékenységéhez, és ezt azt gondoljuk, hogy ez a jövő, ez nem egy összeszerelő üzem lesz, és igénybe veszi az egyetemi
képzésnek a szinte teljes spektrumát, illetve a szakképzési rendszernekből kijövő diákokat. Tehát most is az Andrássy Gyula szakközépiskolában vagyunk, ahol a diákok megismerkedhettek a cég profiljával, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan innen már a vállalata helytelepeinek a megnyitójakor ott lesznek, mint munkavállalók. Technikusokra és mérnökökre lesz szükség. Összesen több mint 400 dolgozót keresnek. A leendő munkavállalók képzését már idén megkezdik Németországban és Írországban. A szervizbázis igazgatója elmondta, motiváltak abban, hogy a 400 fős létszámot minél hamarabb elérjék Miskolcon, ami mellett egyébként több érv is szól. Döntésünkben több tényező is szerepet játszott. Láttuk, hogy Miskolcon minőségi képzés folyik, és itt biztosan meg fogjuk találni azokat a szakembereket, akikre szükségünk van. Abban bízunk, hogy itt ma olyan fiatalokkal találkozunk, akiknek a fémekkel való foglalkozás kicsit a hobbija is, és hogy a jövőben azzal foglalkozhatnak, amiben jól is érzik magukat. Azzal a szándékkal vagyunk itt, hogy az Andrássy diákjai közt szikrát tudjunk gyújtani a repülés világa és a repülőgépek iránt. Ennek a napnak az a célja, hogy megmutassuk a Nemzetközi Légitársaság csoportunk által kínált lehetőségek széles tárházát, mondta a miskolci gyárigazgatója. Hozzátette, első körben 100 munkavállalót vesznek fel, különösen hegesztési technikákat ismerő dolgozókra lenne szükségük. A 20.000 négyzetméteres csarnok 43 milliárd forintból épül fel a mechatronikai ipari parkban. A repülőgép motorok felújítását végző üzemben 2022-ben kezdődhet meg a munka. Miskolcon a jövő városát is építik. Nem csak felújították, hanem teljesen újjáépítették a Selyemléti strandfürdő 50 méteres medencéjét, ami már a versenysport céljára és az utánpótlás tornák megrendezésére is alkalmas. A beruházás azért is fontos, mert a miskolci felnőtt vízilabda csapat markáns szerepet tölt be az élvonalban, mondta a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. A vízfelületek növelése az nem csak a vízilabdának, hanem egészségmegőrzés szempontjából is nagyon fontos. És örülök neki, hogy polgármester úr és a városvezetés ilyen agilisen támogatja ezeket a kezdeményezéseket, hiszen Magyarországon megyőgó városok tartják el a sport létesítményeknek közel 80%-át, és ez nem csak felelős városvezetést jelent, hanem igenis a jövő építés jelenti, hiszen a mi gyerekeink, a mi családunk, a mi szomszédunk, tehát itt Miskolcon a miskolciak vehetik birtokukba, és nem csak vízilabdában, hanem különböző mozgásoknál a medencét. Különösen hát a vízilabda szempontjából is nagyon-nagyon jó, hiszen az elmúlt években nagyon komoly fejlődést indult a miskolci vízilabda életben is. Lehet látni, hogy a felnőtt csapat mennyire markánsan az OB1-ben megállja helyét, és milyen jó eredményeket ér el. Rengeteg utánpótlás sikerekkel is kapcsolódik ez, viszont hiszen egyre több játékost igazolnak le, és egyre több fiatal választja a vízilabdát, ezért a vízfelületek is kellenek. Tehát ez egy nagy öröm számomra, hogy még egy ekkora medencével gazdagabb lett Miskolc városa, és ezáltal az egyetemes magyar vízilabda is. Ezek a legszebb, legboldogabb pillanatai a munkám során, amikor egy ilyen új vagy megújult sportlétesítmény avatásán vehetek részt. Hasonló pillanatokban az elmúlt években bőven volt része a sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárnak. Sárfalvi Péter elmondta, az utóbbi évtizedek legnagyobb volumenű sportinfrastruktúra fejlesztése zajlik Magyarországon. Nagyon jól haladunk, tehát több fronton a TAU támogatásokkal kapcsolatban, és annak segítségével rengeteg sportlétesítmény épül. Van a TTT program, ugye a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúrális Fejlesztési Program, amin keresztül azt gondolom, hogy tényleg lefedve az egész országot épülnek a tornacsarnokok, tanúszodák, tornatermek, és megy mellett egy iskolafejlesztés is. Úgyhogy azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb iskolafejlesztés és sportinfrastruktúra fejlesztése folyik ma Magyarországon, és Miskolc nagyon jó partner. Itt is az utóbbi években nagyon sok ilyen létesítmény épült, ugye tavaly adták át a stadiont, és most itt állunk egy gyönyörű szép 50-es
medence mellett, ami példaértékű, nagyon jó fenntartható, tehát télen-nyáron használhatják a sportolók, és nagyon jót tesz ez a helyi sportéletnek, nagyon fejlődik. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú távú és már rövid távon is érzékelhető befektetés. A cél pedig az, hogy minél több egészséges gyerek nőjön fel. Miskolc polgármestere köszöntőjében visszautalt a 9 évvel ezelőtti állapotokra is. Egy holdbéli táj fogadott akkor minket itt a Selyemréti, a villanytelepi strand helyén. Ez az egyetlen medence működött úgy, ahogy, de ez is talán több vizet fogyasztott, mint amennyit beletöltöttünk. De hátul el volt bontva a dögönyöző, nem folyt a víz, tehát gyakorlatilag itt szinte semmi nem volt. Nagy adósságunkat törlesztettük, mikor elkezdtük az uszodának, illetve a strandnak a fejlesztését. 2013-ra átadtuk a strandot, de még mindig megmaradt egy adósság, a vízilabda és úszómedencének a megújítása, a fogadóépület, az öltözőknek a megújítása, külön választása a sportolói öltözőnek a lakossági öltözőtől, úgyhogy volt még teendő bőven. És mikor gondolkoztunk, hogy hogy tudnánk, milyen forrásból tudnánk ezt megújítani, akkor a segítségünkre sietett a vízilabda, amelyik azt kell mondjam, hogy az elmúlt 7-8 évben üstökösként lépett előre a miskolci sportágak között, és néhány éve stabilan tartja magát az élvonalban. És ez az élvonalban való lét, ez nagyon sok fiatal gyermeket vonzott a sportág közelébe. Miskolcon közel 250-en vízilabdáznak az utánpótlás keretei között. Ez a MEAFSZ-nak az otthona. A Kemény Dénes uszodába az MVLC otthona található, és már kinőttük a tereket, szűk lett számunkra a meglévő vízfelület, úgyhogy nagyon fontos volt megújítani a selyemréti 50 méteres medencét, és a tóforrásoknak a felhasználásával, nagy munkával sikerült ezt a létesítményt egy komplex sport és szabadidő szempontjából rendkívül fontos létesítménye alakítani a miskolciak, sportkedvelők és lakosok számára. 2012-ben a selyemréti strandfürdőt csaknem 1 milliárd forintból újították fel. A fürdő fejlesztésének újabb szakasza tavaly november elején kezdődött. A beruházás legfontosabb elemeként elbontották a régi, elavult úszómedencét. Helyére egy teljesen új, szintén 50 méteres, de már a versenysportra és az utánpótlás tornák megrendezésére is alkalmas medencét építettek. Közben elindítottuk a tapolcai fejlesztést, az első ütemet megépítettük, már most épül a második ütem, megújítottuk a Diósgyőri úszodát, úgyhogy azt mondhatom, hogy egy komplex vízfelületfejlesztés történt Miskolcon, és most már elmondhatjuk azt, hogy a helyi sportolóknak egy tulajdonképpen megvan mindenütt a lehetőség a sportolásra, illetve a szabadidő sportolóknak, a kikapcsolódni vágyóknak is megvan a lehetősége, tehát egy komplex fejlesztési rendszernek több elemét már teljesítettük, és még van néhány, amelyet a jövőben fogunk teljesíteni, de egyértelműen elmondhatjuk, hogy Miskolc most már újra fürdőváros lett, ami régen is volt. Az Európai Uniós pénzek felhasználásával kezdtük a fejlesztést, de világossá vált, hogy a helyi vállalkozások megszólítása, a helyi kluboknak, a sportágaknak a megszólítása nélkül nem tudjuk befejezni a fejlesztéseinket. Éppen ezért mondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy társadalmi összefogás eredményeként született. Támogatott minket, támogatta a fejlesztést a vízilabdaklub, a minisztérium és a szövetség is segítő támogató hozzáállással állt hozzá. Természetesen bekapcsolódtak a vállalkozók, a gazdasági társaságok, külön köszönet a Van Hoának és a Sega Hungarynek, akik feltöltötték a szükséges tauforrásokat, illetve mindazoknak, akik a kivitelezésen dolgoztak, illetve a Városháza és a sport szerveinknek a támogatásával el tudták azt a viszonylag nehéz munkát végezni, mivel itt teljesen minden megújult. Tehát a nem
toldva-foldva lett az úszómedence, nem egy vadonatúj medence épült. Krizákos hozzátette, a fejlesztés egy társadalmi összefogás eredménye. A beruházás sikerét a Vanhua Borsod Kem ZRT és a Sega Hungary Kft. Kiemelt TAU támogatása tette lehetővé. A Vanhua Borsod Kem ZRT mintegy 1,2 milliárd forinttal járult hozzá a felújításhoz. Vegyipari vállalatként a Vanhua Borsod Kem támogatási politikájának egy kiemelten fontos fejezete a vállalaton belül és kívül is az egészséges életmód népszerűsítése és a tömegsport támogatása. Társaságunk kifejezetten a régiónk felzárkóztatása iránt elkötelezett, ennek jegyében kiemelten elsősorban Kazincbarcikát és a környező településeket támogatjuk. Az kivételes esetben és nagyon ritkán fordul elő, hogy a megyénk határain kívül nyújtunk bármilyen adományt vagy támogatást. Az elmúlt két év viszont rendkívül kedvező piaci viszonyokat hozott a Borsod Kem számára. Ennek következtében a látványcsapatsport támogatásra felajánlható keretünk is számottevően megemelkedett. Ez azt eredményezte, hogy a számunkra elsődleges Kazincbarcikán és a Sajóvölgyi Egyesületeken túlnőtt a lehetőségünk, és jelentős összegekkel tudtuk támogatni stratégiai partnerünket, a Miskolci Egyetemet és a MEAFC fejlesztéseit. A maradék fennmaradó összeget pedig örömmel és jó szívvel ajánlottuk föl Miskolc utánpótlás nevelést folytató sportklubjainak, illetve a megyeszékhely közfeladatot ellátó sportlétesítményei fejlesztésére. A Sega Hungary Kft. Pedig 150 millió forint támogatást nyújtott. Cégünk egy nagyon fontos munkaadó a régióban. Mi itt élünk és itt dolgozunk, emiatt egyértelmű, hogy támogatjuk a város fejlődését. Különösen fontos a sport és az utánpótlás nevelése, számukra ők jelentik a jövőt, mondta a gazdasági igazgató. A teljes beruházás, vagyis a medence, a merevfalú sátor és a főépület felújítása 1,7 milliárd forintba került, a 30%-os önerőt Miskolc önkormányzata biztosította. A főépületben többek között lávaköves finn szauna, felújított öltözők és fogadó terek várják a vendégeket. A hazai pályán játszó MEAFC és az MBLC 2004-2005-ös korosztályú sportolói összecsapásával át is adták az új medencét. Abszolút Európa párti vagyok, de én abszolút Európa párti vagyok. Én hiszek abban, hogy Magyarországnak Európában van a helye. Én emlékszem arra, hogy már akkor is, amikor, vagy még akkor is, amikor én születtem, akkor nem egy szabad Európában éltünk. Emlékszem arra, hogy mit jelentett az, hogy nem tudtunk átmenni szabadon a határokon, és hogyha jól látom, akkor a többségében olyanok vannak itt, akik szintén emlékeznek saját tapasztalataikból erre. Még érdekes, hogy milyen beidegződések maradnak meg az emberben, mindig, amikor mégis valahova eljutottunk a határon kívülre, akkor mindig ugye szigorú határellenőrzés volt, és ezért, hogyha ettünk a kocsiban, vagy szólt a rádió, akkor mindig szóltak a szüleink, hogy rakodjátok el az ennivalót, és halkítsuk le a rádiót, mert határátkelő hely következik, és ez a mai napig megmaradt. Tehát ma se tudunk úgy átmenni a határátkelő helyeken, hogy ezek a beidegződések nem működnének, még akkor is, hogyha már csak a bódék vannak ott, és nem is állítják meg az embert. De nagyon nagy eredménynek értékelem azt, hogy a mi gyerekeink már szabadon tanulhatnak, szabadon dolgozhatnak Európában, hogy szabadon élhetünk azzal a mozgással, ami ma már az Európai Unió tagállamai állampolgárainak megadatott. És azt hiszem, hogy az is egy visszatalálásunk volt az európai közösségbe, amellyel a 2004-es Európai Uniós csatlakozásunk járt. Tehát nekünk Európában van a helyünk, és akkor itt mondom azt, hogy igen, én európai párti vagyok, nagyon hiszek abban, hogy Európában van a helyünk, de. És igazából a de az, amiről a mai napon fogunk beszélni, hiszen Európa nem abba az irányba megy, amerre mennie kellene. Szerintem a mai Európa már nem az az Európa, amelyről az alapító atyák annak idején álmodtak.
ma már nem arról szól az Európai Unió, amiről szólnia kellene, eltolódtak a hangsúlyok, más dolgok kerültek napirendre, amiknek nem feltétlenül kellene, és azokat az értékeket pedig egyre inkább háttérbe szorítjuk, amelyek valójában Európát összekovácsolnák. Ezekről a dolgokról lesz ma szó, és a mi üzenetünk az az, és ez tulajdonképpen hosszú távon is a választásnak, és majd az Európai Unión belüli jövőnknek a kérdése, hogy milyen Európa lesz itt a gyerekeink, az unokáink, a dédunokáink és az ő gyerekeik számára, milyen európai örökséget hagyunk nekik. Meg tud-e maradni Európa európainak, ami épp elég színes most is, épp elég sok kultúra van már benne most is. Ezt a kulturális színességét kellene Európának úgy megőriznünk, amilyen most, és azt a keresztény kultúrát és azokat a zsidó-keresztény gyökereken épülő értékeket kellene megőriznünk, amelyek most is jellemzik még Európát. Hogy ezt képesek vagyunk-e megtartani, hogy ilyen lesz-e az az Európa, amit tovább bürökítünk mi az utánunk következő generációknak, az a jövőnek a kérdése, és erről szól a május 26-i választás is. És akkor most kérem segítségül ezt a PPT-t, vagy ezt a vetítést, és ennek kapcsán fogok néhány gondolatot megosztani önökkel. Ugye az a kérdés, hogy mi a választásnak a tétje, és erről fog szólni az elkövetkező néhány dia. Bizonyára önökben is van néha már olyan, hogy mint hogyha elkoptattuk volna ezt a kifejezést, hogy akkor a bevándorláspárti, bevándorlás ellenes erők, tényleg ez a legfontosabb kérdés, nem ez a legfontosabb kérdés. Hogyha belegondolnak, hogy miről is van szó, és erről fog szólni az elkövetkező néhány ábra, akkor azt hiszem, nyugodtan, nyugodt szívvel és bölcsességgel mondhatjuk azt ki, hogy valóban ez Európának a legfontosabb kérdése, és nem a mának a kérdése, hanem a holnapnak, meg a holnap utánnak ez a legfontosabb kérdése. Emlékezzenek vissza, itt Miskolcon talán kevésbé találkoztak ezzel, de a médián keresztül bizonyára mindannyian emlékeznek, amikor láthattuk a keleti pályaudvarnál zajló képeket. Azért azok ott legyenek ott a fejünkben. Ez egy realitás. Én szegedi vagyok, Szegeden születtem, a szüleim Szegeden élnek. Hát Szegeden ott a határszélen, Röszkéhez közel, ott azért elég súlyos volt a helyzet. Tudom, akkor nem járunk rendszeresen futni anyuval, akkor nem mertünk abban az időszakban, nem mertünk ott például kimenni a töltésre futni, mert ki tudja, hogy kivel találkozott az ember. Akkor ezek az ellenőrzés nélkül Magyarországra érkező migránsok, ezek tényleg ott voltak Budapest utcáin, ott voltak az erdőkben, az ártéri erdőkben, ott voltak azokon a határszéli területeken, ahol ellenőrzés nélkül be tudtak jutni. És megint azt mondom, hogy emlékezzenek vissza, amikor mi azt mondtuk, a miniszterelnökünk bejelentette, hogy kerítést fogunk építeni, hát akkor mi voltunk a legvállalhatatlanabb politikai vezetők Európában, mert micsoda dolog az, hogy bárki kerítést épít, és nagyon, nagyon megtévesztő, nagyon fals, és nagyon szerintem egy elfogadhatatlan összehasonlításokat tettek, hogy most a berlini falnak és a határt védő kerítésnek aztán mi köze van egymáshoz, ezt tényleg nem tudom megérteni, de ugye próbálták azt mondani, hogy ez milyen embertelen, hogy egy ország egyszerűen védi a határait, és ma már ott tartunk, hogy nem látjuk a hétköznapokban ezt a jelenséget, sikerült kívül tartanunk a kapuinkon a migráns áradatot, de én ezt úgy tudnám elképzelni, és ez az előző kép szerintem erre alkalmas is, ezt úgy kell elképzelni, hogyha van egy ajtó, és annak egy óriási nyomás van a másik oldalán, be akarnának jönni azon az ajtón, az embernek folyamatosan ellen kell tartania. Abban a pillanatban, ahogy ezt az ellentartást elengedi, azonnal megnyílik az ajtó, és bejönnek rajta. Körülbelül ilyen helyzetben vagyunk, tehát attól, hogy látványosan most nincsenek itt, ez nem jelenti azt, hogy kívül az ajtóinkat ne ostromolnák folyamatosan ezek a tömegek, amelyek be akarnak jönni Európába. Tehát ezért is fontos az, hogy határozottan kitartsunk a migrációt ellenző és a migrációnak gátat szabó politikák mellett.